A jótékonyság lényege, hogy elsősorban orvosi műszerek megvásárlására kerüljön sor a gyermekosztályon. Az idei évben gastroenterológiai eszközökkel bővült a Szekszárdi Kórház gyermekosztálya. A kezdeményezés sikeres, és egyre több adomány gyűlik össze. Idén 11. alkalommal rendezték meg az eseményt, mondta Horváth István, országgyűlési képviselő. Ennek legfontosabb célja az, hogy az adott megyékben működő kórházak gyermekosztályaihoz érkezzen adomány. A vadász társadalom összefogott 11 évvel ezelőtt annak érdekében, hogy a vadászat szeretete és tiszteletének bemutatása mellett olyan társadalmi célokat tudjanak adományozni a vadászok, amelyek segítik a gyermekeknek a gyógyulását. Az idei évben a Tolna vármegyei Szekszárdra került sor. Mindig más vármegyében rendezik meg a neves eseményt, mondta Zsikó Zoltán. Az idei évben is nekiálltunk megszervezni az országos jótékonysági vadászatot, amelyet december 27-én rendezünk meg országosan mindenütt, és természetesen Tolna vármegyében is. Az idei évnek az a különlegessége, hogy lényegesen több helyszínen kerül megrendezésre. Ugye tavaly két helyszínen volt lehetőség arra, hogy akik szerettek volna becsatlakozni a jótékonysági vadászatba, ők Alsónyéken és a Regői Kaposkoppány Vadásztársaság területén ezt megtehették. Az idejében annyi előrelépés mindenképpen van, hogy Madocsán fogunk indítani egy új helyszínt, Szálkán fogunk indítani egy új helyszínt, és a Szekszárdi Aranyfürtő Vadásztársaság lesz majd egy új helyszín. Az adományok mellé adományvonalat is létrehoztak. Az adományvonalat nagyon fontosnak tartottuk ebből a szempontból, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy magyar vadászati szervezetek közül elsőként a közhasznú non-profit Kft.-nk megvalósította ezt az adományvonalat 13613-as hívószámmal, amely minden magyar mobil szolgáltató kártyájával hívható. A hívás és az SMS formában is az adományozó 1000 forinttal tud hozzájárulni ennek a programnak a sikeréhez. A tavalyi évben Vas vármegye mellett Tolna vármegye teljesítette legjobban az akcióban.